Üdvözlöm nézőinket! Friss napszemlét láthatnak, már is mutatjuk, melyek a fontosabb témák. Szennyvíz ömlött napokig az egyik szociális tömbházlakás mellékhelyiségéből, az önkormányzata megoldáson dolgozik. Hétvégén kerül sor a Székelyföldi Lovasünnep 13. kiadására, csak a Gyergyó TV-n vagy online lesz követhető. Az utánpótlás nevelés része a labdarúgásban, most már a lányok focistává faragása is. Szennyvíz árasztotta el a Kavicsbánya utcai szociális tömbházak egyikét, kibírhatatlan a bűz, áznak a lakások falai. Egyik lakrész szinte minden helyiségének fala átázott a napok óta ömlő szennyvíztől. A lakók segítséget kérnek, az önkormányzat a megoldáson dolgozik. Egészen már ott, le, ott is. Egész végig nem, de idáig a vízágot jövő. Itt is elpereltem. Ennyire. Mert csak szivárgott, ruhákot, szőnyek, sós. Ami létezett, minden nem úgy csinálja. Visszatérő probléma a Kavicsbánya utcai tömbházban, hogy szennyvíz árasztja el a lakásokat. Legutóbb ennek a 76 éves asszonynak a lakásában ömlött napokig a WC csészéből a víz, feláztatva a padlót és a falakat. 10 napon keresztül folyt. Hát csoda ég, akkor minden elázott. Még ő hogy oldották meg a problémát ennyire? Hát úgy, hogy segített a jó szomszéd asszonyom. És ezek a fiúk, ők maguktól jöttek egyáltalán küldve, nem voltak, megmondták. Küldve nem voltak, és kínáltam, vegyenek el pénzt, de nem vettek. Azt mondták, hogy ők láttak a tévében, és ők sajnálatból jöttek. És mind a kettő. Az egyik a szivatós, úgyhogy a másikok kikurbizták ott jól, de jól. Ott a WC-n és ott arra is. És állítólag a másik lépcs, vagy ahogy mondják, nál van a baj, a dugulás. Ott van a... Sok gyermekek vannak, és minden dobnak bele, és még helyszín a felnőttek is nem olyanok. No, jó. Az idős asszonynak segítséget nyújtó szomszéd telefonon beszélt a problémáról. A legfőbb az a baj, hogy azt ott nem kivassák rendszeresen onnan azt a kanalizálást, és mikor annyira fejtel, a célét család is ugyanígy volt. Nekik a folyosón folyt ki a mocsokli, nem bent a lakásba, a folyosóra. Az ott élők nagy része nyugdíjból, szociális segélyből tartja fenn magát. Elmondták, hogy amit tudnak, megtesznek, igyekeznek fizetni a bért, de folyamatosan küzdenek a visszatérő problémával. Tudatában vannak, hogy nagyon sokan nem rendeltetésszerűen használják a lefolyókat, mindenféle oda nem illő tárgyat dobnak bele. Ha nem lehet bírni, még azt mondja, nem kell moskot belerakni a kagylóba, és elfutottam a lelni. Mezei Levente a polgármesteri hivatal alkalmazottja. A szociális tömbházakért felelő ügyvezetőt ezúttal is értesítették a gondról az ott lakók. Mezei híradónk megkeresésére elmondta, hogy tudnak a folyamatosan visszatérő problémáról, és hozzátette, hogy az a gond, hogy mindenféle hulladékot, ruhaneműt, pelenkát, akár fanyesedéket is beledobnak a lefolyóba. Emiatt feltelik a rendszer, és gyakran kell a vezetékeket takarítani. Ugyanakkor a szivattyúrendszert működtető motorok is meghibásodtak. Kettőt cserélni, kettőt pedig javítani kellett. A terv az lenne a probléma megoldására, hogy 1 kilométer hosszan leásnak a város vége irányába, így szabad eséssel folyna a szennyvíz a városi csatornahálózatba. Az elmúlt 24 órában 2121 új fertőzést igazoltak, a nyilvántartott fertőzöttek száma 139.612-re emelkedett, közölte a stratégiai kommunikációs csoport. Összesen 73 új halálesetet jelentettek, az áldozatok száma így 5121-re nőtt. Ez a legmagasabb napi elhalálozási szám a járvány kezdete óta. Jelenleg 8097-en vannak kórházban, az intenzív osztályon kezelt betegek száma 608, ami újabb rekordot jelent. Az elmúlt 24 órában 23476 koronavírus tesztet végeztek. Hargita megyében 32 új koronavírus fertőzést igazoltak kedden, ezzel 1135-re nőtt a járvány kezdete óta a térségben azonosított esetek száma.
El kell mondani a diákoknak, hogy a magaviseleti jegyük levonását kockáztatják, ha megtagadják a maszkviselést, figyelmeztet Monika Anisie tanügyminiszter. A pedagógusok nem értenek egyet ezzel az ajánlással. Levonják azoknak a diákoknak a magaviseleti jegyét, akik megtagadják a maszkviselést az iskolákban, jelentette be a hétvégén az oktatási miniszter. Monika Anisie arra kérte a tanárokat, figyelmeztessék a gyerekeket a szabályok betartására. A maszkviselés ugyanis a romániai iskolák teljes területén diákok és tanárok számára egyaránt kötelező. A miniszter szerint a pedagógusoknak meg kell győzniük a gyerekeket, hogy az egészségügyi szabályok megszegésével a környezetükben lévők életét veszélyeztetik. Tamási Zsolt, a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Liceum igazgatója úgy véli, minden iskola külön kellene eldöntse, hogy szabályszegés esetén hogyan bünteti az érintett diákokat. Azt teljesen kizártnak tartom, hogy holnaptól kezdve például magaviseleti jegyek röpködjenek csak azért, mert valaki nincsen maszk, hanem akkor ez az iskola vezető tanácsa által hozott közös döntés, amiben részt vesznek a szülők, részt vesz a diákképviselet, részt vesznek az önkormányzati képviselők, ezek közösen hozzák meg azt a lehetséges jó döntést, amit használni kell a későbbiekben. Az igazgató hozzátette, a felvetődő probléma ennél sokkal összetettebb, hiszen egyrészt arról van szó, hogy a maszkviselésével a közösség biztonságáért is tesznek, másrészt pedig, ha valaki ezt nem teszi meg, nem a magaviseleti jegy levonása kell legyen az első lépés. Az iskola vezetősége által kihágásnak számító cselekedetek esetében mindig van egy lépcsőzetesség. Ezek alapján figyelmeztetik a diákot, adott esetben pedig a szülőket is értesítik, véli Tamási Zsolt. A tanügyminisztérium ajánlása tehát csak végső esetben alkalmazható megoldás, ami még mindig nem garantálja a probléma megszűnését, legfőképpen a kisebb gyerekeknél. December 31-ig fogadja a Közösségért Alapítvány a mentordíjra való jelöléseket. Évente 10 olyan tanárt, edzőt, nevelőt díjaznak, akik 18 év alatti fiatalokat oktatnak, képeznek, szakköröket vezetnek, versenyeket, találkozókat szerveznek önzetlenül és eredményesen segítik diákjaik iskolán kívüli tevékenységét, szakmai pályafutásuk elindulását. Jelentős szerepük volt tanítványaik életében, illetve tevékenységük során a helyi közösség megbecsülését, a szakterületükön dolgozó kollégáik elismerését vívták ki. A 8000 leértékű díjra bárki nyújthat be online jelölést egyénileg vagy csoportosan a pentrucommunitate.ro e-mail címen. Szombaton tartják a székelyföldi rönkúzó bajnokság döntőjét Gyergyószentmiklóson. A lovaspályán sorra kerülő esemény a 13. székelyföldi lovas ünnep része. Ezúttal is egész napos programot szervezett a Krigel SK. Az érdeklődők csak a Gyergyó TV-n vagy online követhetik a rendezvényt. Úgy döntött a Krigel Sportklub, a járványügyi óvintézkedések szigorú betartása mellett megszervezi az első alkalommal meghirdetett székelyföldi rönkúzó bajnokság döntőjét. Bár korábban azt mondtuk, hogy a Krigel Sportklub semmilyen körülmények között nem fog eseményt szervezni, ha az online módszer marad, ezt a döntésünket kénytelenek voltunk fölülbírálni, főleg miután láttuk, hogy nagyon sokan beérkoztak székelyföldi rönkúzó bajnokság különböző fordulóiba, ennek eredményeképpen ennek a döntőnek a megszervezése igaz, hogy zárt kapusan, de szükségessé vált. Több mint 42 induló vesz részt, székelyföldiek háromszékről jönnek, versenyzők Alcsikról, Gyergyőmedencéből. A mostanig beharangozott 9 fordulóból 5-öt sikerült megszervezni, így is köszönet és hála azoknak az önkormányzatnak és azoknak az önkormányzatoknak és lelkes szervezőknek, akik lehetővé tették a lebonyolítást. A székelyföldi rönkúzó bajnokság döntője mellett különböző lovasprogramot építettünk még be. Fogadhajtás, Pál Ágnes kupát, István Péter emlékére egy magasugró versenyt. Szóval arra biztatok mindenkit, hogy kövessenek minket. Sajnos nem személyes jelenlétet várunk el, hiszen a törvény ezt nem engedi meg, hanem arra buzdítjuk a kedves nézőket, kedves lovasportot, kedvelőket, hogy Facebook oldalon kövessenek minket, kövessék a Gyergyó TV-t, több mint közel 40 településen élőbe látható majd mindez, ami október 10-én a Krigel lovaspályán megszervezésre kerül. A társszervezők is szerepet vállaltak most is. Az önkormányzat részéről Lenemil alpolgármester volt jelen a sajtótájékoztatón. Azt mondta, az önkormányzat vállalja, hogy a továbbiakban is támogatja a lovassportokat és a lovas ünnep szervezését. A Városi Sportklub vezetője azt emelte ki, hogy a sportrendezvények szervezése továbbra is fontos a járvány ellenére, hiszen a sportolóknak meg kell mutatniuk a fejlődést. Hargita megye tanácsa és a fejlesztési ügynökség is beszállt a szervezésbe.
Elsősorban a gyerekek fejlődése az nem köthető a vírushoz, és egy szabadtéri eseményről beszélgetünk, amit azon kívül, hogy hagyományok öveznek, fontos, hogy a gyerekek fejlődése és a lovas sportok kedvelői ne veszítsék kedvüket, és rendszeresen találkozzanak, meg így tudjuk fenntartani az egész lovas élet továbbvitelét. Számunkra a nagyobb eredmény az, hogy ebbe az időszakban is kitartani, és bátorság kell ahhoz, hogy ezeket az eseményeket megszervezhessük a Covid idő alatt is. Mintha Covid nélkül szerveznénk egy óriási eseményt, és több ezer embert össze toboroznánk. A fejlődés és a lovas ember szeretete mellett mi úgy gondoljuk, hogy ki kell tartanunk, és ezt a programot ebben az időszakban kell legjobban felpártunk. A rendezvény szombaton reggel 9 óra 30 perckor kezdődik, várhatóan délután 17:30-ig tart. Élőben követhető minden mozzanata a Gyergyó TV-n, illetve az esemény Facebook oldalán. Civilizáltabbá teszi a vonatokon történő jegyvásárlást a Román Vasúttársaság utas szállító részlege. Olyan terminálokat helyeznek üzembe a szerelvényeken, amelyek helyben kinyomtatják a jegyeket. A 2000 terminált mintegy 10 millió lejből vásárolják meg, és már idén el is kezdik a beszerzésüket. A Vasúttársaság vezérigazgatója elmondta, a terminálok a jegyellenőröknél lesznek majd, és lényegesen könnyebbé teszik az utasok nyilvántartását. A segítségükkel ugyanis elejét lehet majd venni annak, hogy egy helyre több jegyet is eladjanak. A vonatokon vásárolt jegyekért azonban továbbra is úgynevezett pótdíjat kell fizetni, vagyis drágábbak lesznek, mintha az állomáson működő jegypénztárban vásárolnák meg őket. Idén 11. alkalommal szervezik meg Hargita, Kovászna és Maros megye a Székelyföld napokat október 8-a és 18-a között, amelynek hivatalos megnyitójára október 8-án 11 órától kerül sor a Szelkefürdőn. Három megye, Hargita, Kovászna és Maros együttműködésének eredményeként létrejött rendezvények sorozatát ajánlja a Hargita megyei hagyományőrzési forrásközpont a következő 10 napban az érdeklődő közönségnek, melyek Székelyföld közművelődését, hagyományait, sokszínű kulturális életét mutatják be. A Székelyföld napok online, valamint valós rendezvényeinek programját sajtótájékoztató keretében ismertették a szervezők. Bízunk benne, hogy sikerül tető alá hozni, ugyanis az elmúlt héten zárult a Kultúrkültér rendezvénysorozat, ami augusztus óta tart, és hát szabadtéri rendezvényekre fókuszáltunk. Így Székelyföld napokra is részben kiállítások, tehát van nekünk egyrészt egy Szent László kiállításunk, másrészt Kolonics kiállítás, ami orgonakoncert egybe kötve istentiszteletek után, amire összegyűlnek a hívek, van egy kis orgonakoncert, és kint általában a templom előtti várudvarban, templomkertben szokott zajlani ezeknek a kiállításoknak a bemutatója, ismertetője, de ugyanúgy Bodzavidékre viszünk például a népi mesterekről, a norvég alapos pályázatunk kapcsán készült egy nagyon szép kiállítási anyag is. Olyankor egy néprajzos kolléga szabadtéren szintén kalauzolja az érdeklődőket és beszél magáról az anyagról, tehát igyekszünk mindig úgy csinálni, hogy a kiállítás az ne csak na is tessék nézni, hanem elhangozzon hozzá egy ismeretterjesztő előadás, de ugyanakkor lesz például koncert is gyerekeknek szintén szabadtéren, nyilván itt a megfelelő szabályok betartásával, maszkkal, fertőtlenítővel, távolságtartással, de most mondhatjuk azt, hogy az elmúlt két hónapban ezek kipróbált dolgok, és hogyha az időjárás meg a jelenlegi törvényhelyzet megengedi, akkor rendezvények, koncertek, kiállítások tudnak szabadtérben is zajlani még. Az idei 11. Székelyföld napok rendezése és koordinációja tulajdonképpen az idéntől került, tehát a Hargita megyei hagyományőrzési forrásközpont intézkedése alá. Hogy is mondhatnám, első év tapasztalati év, majd jövőre adjuk át a remélhetőleg a másik kulturális intézménynek. Ezzel az volt a cél, hogy minden régió a saját sokszínűségét tudja bevinni, és ő kerüljön, az adott régió kerüljön reflektorfénybe. Ez úgy gondolom, hogy nagyon jó ötlet volt a 10 év után egy ilyen váltás, mert talán érdekesebb és sokszínűbb lesz a kínálat, a programkínálat. Az idei évben a járványügyi helyzet miatt hát nagyon sok nehézséggel küzdöttünk. Az első gyűlést azt a személyesre terveztük, és utolsó percen szorult a járványügyi előírások, és akkor azonnal át kellett tenni zoomos felületre. Úgyhogy teljes mértékben a megbeszélések a zoomos felületen történtek, de nagyon jó volt az együttműködési belső indítatás minden megyéből, és ezért úgy gondolom, hogy részletesen sikerült
sikerült megbeszélni a programokat. Együtt beszéltük meg azt is, hogy szükségét éreztük annak, hogy egy online felületet is részlehozzunk a Székelyföld napoknak, hogy amennyiben esetleg teljesen megszűnik a direkt találkozás a közönséggel, akkor mégis legyen egy felület, ahol ez a rendezvény megvalósulhat. 11 évvel ezelőtt talán a Marosmész Együttes termében volt a megnyitója a Székelyföld napoknak, és az első rendezvény, ha jól emlékszem, egy májusi hónap folyamán történt. Azóta ez a rendezvény erősödött. Sokszor úgy éreztük, hogy mi Maros megye nem méltóképpen tudunk kapcsolódni. Sokszor a két testvér megye, vagyis a Hargita és Kovászna megye segített bennünket, hogy a rendezvényeinken minden rendben legyen, ugyanakkor rendezvényeiken ott lehessünk mi is. Volt olyan időszak, amikor román vezetőség vezette a megyét, vagy esetleg 20 éve román vezető volt a város élén, Marosvásárhely élén, amit sokszor Székelyvásárhelynek is emlegetünk. Úgy érzem, hogy sokszor a Marosvásárhelyen nem is olyan könnyű Székelynek lenni. Úgy éreztük, hogy rendezvényeinket megpróbálták cenzurázni, ugyanakkor ellenőrzéseket hajtottak végre, főleg az utóbbi időszakokban. Hát a nyáron rengeteg rendezvényeinken különböző ellenőrző szervek jöttek el, és számon kértek, hogy minden rendben van, és eléggé olyan stresszes állapotot generáltak. Nem tudtuk azzal elfoglalni magunkat, hogy hogyan szervezzük a rendezvényt, és hogy sikeres legyen a rendezvényünk, hanem a biztonsági intézkedések nagyon sok energiát elvittek bennünket. Én nagyon remélem, hogy ez a rendezvény, ami most már 11 éve összeköt bennünket, összefog bennünket, ahol az értékeinket meg tudjuk mutatni, független attól, hogy, mint ahogy említettem, hogy Maros megye volt olyan időszakban, amikor alig-alig tudott részt venni rendezvényekkel, most már egy olyan szintre fog emelkedni, ahol Maros megye is meg tudja mutatni az értékeit. A sajtótájékoztatón jelen volt Bíró Barna Botond, Hargita megye tanácsának alelnöke is, aki beszédében kihangsúlyozta, hogy Székelyföldért közösen kell dolgozni. De az, hogy a három megye összefogásában jött létre ez a rendezvénysorozat, az annak a munkának a bizonyítéka, ami a háttérben rendszeresen zajlik. Ez a rendezvény egy lehetőség arra, hogy megmutassuk, milyenek vagyunk mi székelyek, milyen hagyományokkal rendelkezünk, és mit kívánunk tenni annak érdekében, hogy Székelyföld maradjon. 5077 lej volt egy család átlagjövedelme a második negyedévben, a kiadások átlagosan 4163 lejre rúgtak, azaz felemésztették a jövedelmek 82%-át, ez derül ki az Országos Statisztikai Intézet hétfőn közzétett adatsorából. A statisztikák szerint a kiadások fő rendeltetése az élelmiszer és nem élelmiszeripari termékek vásárlása, szolgáltatások igénybevétele, adók, járulékok, illetékek befizetése, valamint a háztartások működésével kapcsolatos. Élelemre és nem alkoholos italok vásárlására a kiadások 37,7%-a ment el átlagosan. Külön foglalkozik a lányokkal is a Jövő FC, hiszen az utánpótlás nevelés része a labdarúgásban most már a lányok focistává faragása is. Csapat még nem alakult, várják a csatlakozni vágyókat korosztálytól függetlenül. Régi tervét váltotta valóra a Jövő FC szeptember elején. Külön foglalkozhatnak most már a lányokkal, rájuk szabott edzéstervvel. Azt tudod, hogy a világ legnépszerűbb sportja a futball, és most már elmondható, hogy nem csak a férfiak körében, hanem egyre népszerűbb a nőknél is. És az, hogy a női focistaként gondoljuk könnyebb elérni nagyobb eredményeket, hogy említsem csak Marozsán Jennifert, aki a Bajnokok Ligája idei legjobb középpályása, vagy akár közelebb menve a Székelyudvarhelyi Vasas Femina a csapatkapitánya Geréd Erika, aki román labdarúgó válogatott keretbe került. Eddig is futballoztak vegyesen a lányok a fiúkkal, de a Jövő FC vezetősége megragadva az alkalmat, hogy az edzői csapatunkba egy női edző került, Ferenci Emília személyében, az ő irányításával elindítottuk most már az új
női korosztályos foci utánképzést. 20 kisebb-nagyobb lány jár most az edzésekre, egy korosztály sincs, amelyből csapat alakulhatna, így együtt edzenek. A lányok edzője kihívásnak tekinti, hogy minden korosztály számára megfelelő edzéstervet dolgozzon ki. Teret kell adjunk a lányoknak is, elsősorban köszönetet szeretnék mondani a Jövő FC-nek, hogy teret adtak a lányoknak is, és amivel úgy gondolom, hogy megküzdők edzőként az a színes korosztály, tehát 2015-től 2006-ig minden korosztályból találunk lányokat, és próbálok minél színesebb edzéstervet összerakni, hogy a kicsikkel is, meg a nagyokkal is megkapjam azt a hangulatot, ami szükséges egy jó edzéshez. Elsősorban mozognak, tehát, hogy úgy gondolom nagyon fontos ebbe a felgyorsult világba, ahol a tornaórát ugye nem tartják annyira fontosnak, és köszönöm a szülőknek is, hogy bíznak bennem, és megengedik a lányoknak, hogy heti kétszer hozzám jöjjenek edzésre. A lányoknak minden csütörtökön és pénteken tartanak edzést délután 16 órától. Aki csatlakozni szeretne, ekkor jelentkezhet a labdarúgó pályán. Nézzük még egyszer röviden a nap fontosabb témáit. Szennyvíz ömlött napokig az egyik szociális tömbházlakás mellékeiségéből, az önkormányzat a megoldáson dolgozik. Hétvégén kerül sor a Székelyföldi Lovasünnep 13. kiadására, csak a Gyergyó TV-n vagy online lesz követhető. Az utánpótlás nevelés része a labdarúgásban, most már a lányok focistává faragása is. Eddig a hírek, fit percek következnek, majd Főnix konyha és látogató is lesz, viszontlátásra!